A mécsesgyújtást követően a református templomban mondott beszédet nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, a trianoni békediktátum 100. nemzeti gyásznapjára emlékezve. Koncz Tibor esperes úrral beszélgetünk, hiszen most rendhagyó volt ez a megemlékezés, egy kicsit rövidebb volt, egy kicsit a templomban is furcsa volt szájmazban beülni, de azt gondolom, hogy aki eljött, az fontosnak tartott, hogy ilyen körülmények között is megemlékezzen erről a számunkra a tragédiáról. Igen, nagyon szomorú a maga az ünnep, amennyiben az ünnepnek nevezhető, pontosabban nevezhető, hogyha a nemzeti összetartozásról beszélünk, akkor ünnep. Egyébként meg egy gyásznap, és szerintem a legméltóbb helye a lelki sebek gyógyításának a lelkek otthona a templom. Tehát ilyen értelemben nem különleges a hely, különleges az alkalom, és különleges a körítés, hiszen itt 100 esztendőt próbálunk föloldani. Aki megérte a 100 évet, az tudja, hogy micsoda terhet kell 100 évig cipelni. Na most egy nemzetnek is 100 év terhét cipelni, 100 év fájdalmát, szomorúságát, kilátástalanságát, hát nagyon nehéz, föl kell oldani. És ezért én arról is szóltam első renden, hogy van lehetőség ezt feloldani. Nem kell magunkat búskomorságba, depresszióba belelovalni, hiszen a jelek arra utalnak, hogy van még erőnk, az Isten még megkegyelmezett rajtunk. És azok, akik itt vannak az anyaországban, azok is, mintha összekapnák magukat, ugye a Székely Nemzeti Tanács felhívását, az autonómia törekvés is, nagyon sokan támogattuk, 1 milliónál több aláírás. Megmutatkozik a Rákóczi programban a kulturális alkalmak, a hitéleti kapcsolatok, a testvér egyházak, testvérvárosok rendszere mutatja, hogy valami élet vagy megelevenedés van. És éppen ezért arról szóltam, és arról szóltunk a beszélgetésben is egymásnak, hogy nem szabad ezt egy olyan pontnak, egy ilyen végső stádium, egy végső elgyengülés pontjának tartani, hanem innen el kell tudni rugaszkodni. És hogyha összekapcsoljuk a lelkünket, akkor nagyon erősek vagyunk, hiszen 1100 évet is túléltünk. Akkor ez a 100 év, az nem lehet számunkra akadály, hogy túléljünk. Egy 150 éves törököt túléltük. Túléltük a Habsburgokat. Akkor a Trianont is túl fogjuk élni, csak bennünket emészt egy idegen lelkület, és ezzel ellen harcolni kell. Először is a közömbösség lelkülete ellen, amelyik úgy gondolja, hogy neki érdem, hogy ide született, nem érdem állapot, és azoknak sem fatalista csapása, akik az erdélyi, vagy éppen a kárpátai, vagy horvátországi területeken születtek. Tehát éppen ezért mindenkinek most azon kell gondolkodni, mit tud hozzátenni a nemzet megmaradásához. Nem csak az ő dolguk, hanem a mi dolgunk is. Erről szóltam többek között. Ez a 100 másodperc most több ezer templomban egyszerre hangzott el a harang. Azt gondolom, hogy ebben a 100 másodpercben nagyon sokan átgondolták azt, amit ön elmondott, gondoltak családtagjaikra, rokonaikra, távol élő magyar rokonaikra, és ez a 100 másodperc, reméljük, hogy 150 is lesz majd, és még lesz miről beszélnünk 50 év múlva is. Hát ez a legfontosabb, mert azért azt tudni kell, hogy rohamosan fogy a magyar, és asszimilálódik. Na most, ha mi magunk ezt nem tesszük szóvá, és mi magunk ezzel ellen nem küzdünk, és a kormány többek között ebben nagyon nagy munkát végez, feladatot, szolgálatot, hiszen az ottani boldogulásukért segít. Én egyetlen fillért nem sajnálok, ami határon túlra megy, mert pont ez a lényeg, hogy az én unokáimnak is kellene tudni még arról, hogy van kincses Kolozsvár, tudni kellene arról, hogy Munkács várában ki volt, és nem csak úgy, mint egy történelmi tényt, hanem úgy, hogy oda megy, és ott egy magyar elmondja neki, ahogyan jó lenne tudni mondjuk, hogy Kassán a Dómban ki van elhelyezve, és sorolhatnánk a példákat. Na most, hogyha ez 150 év intervallumban, a következő 50 évben nincs ez a demográfiai mínusz asszimiláció ellentételezve, akkor oda senki nem fog menni, és egy idő után azt fogjuk
tudni, vagy azt fogják tudni az utódaink, hogy tulajdonképpen sose volt ott magyar. Erre most is vannak törekvések, hát akkor nekünk kell ez ellen tenni, mert a trianoni lelkület azért dolgozik elég rendesen, és ez ellen dolgozunk, és erre hívtam fel a figyelmet. És hát azt gondolom, azt is elmondhatjuk, hogy azért nem ezen az egy napon emlékezünk ezekre az eseményekre, hanem azért ez folyamatosan ott van a lelkekben és a fejekben. Igen, tudja, van akinek ez mindennapos, és van akinek még a 100 év is kevés arra, hogy észbe kapjon. Tehát mi, akik ezen naponta találkozunk, azoknak ez mindennapos téma. Azoknak, akiknek van családi kapcsolat, azoknak meg természetes, hogy ez a fő téma, de azért szólt a harang, hogy valamire fölhívja a figyelmet, eszméltessen. Ugye a harangot nem lehet elnémítani, hát próbálja meg valaki a 13 mázsás harangot megállítani. Nem lehet, a szél se tudja elnémítani, akkora erő van benne. Ez azoknak szólt elsőrenden, nem azoknak, akik itt voltak, a többieknek, hogy vajon miért harangoznak. Úgyhogy ezt a mostani alkalmat, ezt mi így fogjuk föl, hogy egy figyelemfelhívás is.